No, hát sok-sok szeretettel köszöntök mindenkit itt a Zehet 24-ben. Mit szólnátok ahhoz, ha mennénk egy My Team karrier módba is belevágnánk? Mai nap folyamán, nem tudom, hogy erre lesz egyáltalán bármilyen fajta féle nézettségem, hogy bármi. Nagyjából csináltam egyfajta féle dizájnt, hogy úgy fogalmazzak. Nem tudom, hogy kinek milyen véleménye van erről. Bármi is, itt a karakterünk az most másmilyen lesz. És ugyanúgy lesz, mint a karrier módba, hogy ugye már ugyan fogunk menni, most lemenjük most a practice-t, illetve majd a akkor itt is akkor majd full quali lesz majd, vagy itt majd lehet, hogy majd a sort valit fogjuk benyomni, meg nem tudom. Milyen becenevünk legyen, mert az Iceman az már ugyebár azt nézem, mert inkább folytatom a leszünk skippek. Ennyi. Most nem variáljuk túl. Mert csináltam egy autófestést, ami igencsak szerintem nem is került annyira nagyon rosszra. Itt akkor a sisakunkat is kb. Olyan színűre kéne. Egyáltalán persze meg tudjuk ugyanolyan színűre csinálni. Ezekkel mondjuk nem tudom, hogy ezekkel. De ezekkel mit csinálunk. Mert én ugyebár most ebben a fan ligában is, illetve másik ligában, mármint a saját karrier módomban is, az Aston Martinnal vagyok ugyebár, és megpróbáltam olyan autófestést csinálni, meg úgy megpróbálom most így a ruházatomat is beállítani, hogy azért zöldbe legyek, még hogyha nem is fog egyezni az igazi Aston Martin színnel, de legalább megközelítőleg. Ez nem tudom, hogy ez. Ó!
kitöröltük, akkor standard 2. Jó, hát szerintem csak ez lesz. Így. Ebből kezdjük is mindjárt. A fogjuk csinálni. Zöldre. Mert tulajdonképpen a többivel mit csinálok, azt nem tudom. Nice one. Was das? Okay, boss, No. let's get this team up first. Enter a team name. Mi legyen a csapatnevünk, srácok? Legyen. Mi csapat szerintem aztán. Aztán ennyi. Nem fogjuk túlvarjálni. Now Úgy? let's choose a primary sponsor for this season. No. Some És milyen sponsors are motorral, a vagy milyen támogatók some offer more weekly income. The better we legyenek? perform, the more our level will go up as the team gains more acclaim. Doing this will increase the Szerintem income from our sponsors. Megmondtam. Szerintem legyen a legnagyobb. Ez. Obviously the greater the No. performance Viszont a motor. But be careful about spending all our cash. We're going to have people and facilities to invest in. Power unit suppliers will also provide upgrades throughout the season free of charge. Szerintem mi van, hogy aztán Martin színeiben leszünk. Én nem mondó vagyok. Hát, nem tudom. Legyen egy Renault motor. Legyen egy Renault motor. Look at their stats and Lássuk, someone you kit szeretnénk. As long as we can afford them. We renew contracts Valami, periodically. Legyen Oliver Berman. Mert azt most nagyon, nagyon jön vagyják. Tudom, most eltűnt a autónak a színe sajnos. Úgyhogy most csak ilyen nagyjából fogjuk belőni. Jó lesz az úgy. 76, 25. 76. Százszonöt. Akkor azt följebb kéne. Jó, itt 70-en volt. És ez is úgy fog zajlani, mint a saját karriermódom. 175-en volt, azt hiszem. Napján 25-en. És akkor meg ezt is akkor. Hát elég csak ugyanolyanra. Pedig én ezt elmentettem meg már az előbb. Nem értem, hogy miért nem tudom akkor azt betölteni. Na mindegy. Ja, na. Akkor ez egy jó is lesz. Ez aránylag így a az Aston színeit tükrözik, bármennyire is furcsának tűnik. Mondjuk egy fokkal világosabb, mint a valós Aston, mármint ez mondjuk ez nem kell, szerintem csapatlogót kéne valahogy amíg megcsinálunk rendesen. Az ez 175-ön volt, ugye bár
igen. Ez akkor ők 125-ön. Hát, aránylag szerintem. Ebben mondjuk még lehet, hogy még az autón. Vagy azon, nem tudom már. De lehet, hogy az autón még sötétíteni fogok egy kicsikét. Mert így kb. Akkor az 70-en volt. Az alsót is akkor lerakjuk 70-re. Túl van. És akkor így. És szerintem ez is sokkal jobb. No. Akkor vágjunk is vele akkor a sajtótájékoztatóba. Welcome to a very special Formula One live stream. Now, usually we run events like today to reveal a new car, but today is much more than just the car. It's about a brand new team, and one in which the owner also happens to be the lead driver. That's right, for the first time in modern F1 history, we're going to have an owner driver on the grid. And it's been a Herculean a huge amount of resource and staff recruitment, and a brand new factory, one in which we are standing right now, and the small matter of producing a car that can take on the big names on the grid. So let's take a look at it now. Itt a csodálatos autóbemutató, csillagokkal, mindennel, amit csak el tudtunk képzelni. Hát most ez úgy hajaz az élvasztón volt, ére. Szerintem is színkompozícióban legalábbis. Elnézést. Hát, amit tudom, kellett, szerintem. Ja, úgyhogy. Ez szerintem jó lesz ez így most. Ja. És szerintem nem is lett annyira nagyon ronda. Szerintem jó lett. Okay, let's introduce the person everyone is talking about, Formula One's new owner driver. Na, itt ezeket most gyorsan megválaszolgatjuk. Ezt utána szerintem. Well, thank you very much for your time, and I think I can speak for all of us when I say all the very best for the season. No. Meg is utána a sajtótájékoztató. Currently holding a substantial cash surplus. Let's put some of it to use by investing in our facilities. Mindjárt egy pillanat, srácok. No. It's important to use the time between races to the first. Jó, ezt tökéletem, már ismerjük, jó. Nem kell a sokszor. Ide viszont be kéne rakni talán a szponzort. Van a legtöbb persze. Jó. Van még egy ilyen
Nagyobb összeg. Ott van 161 nála. Jó, na. Mondom vagyok, hogy akkor nézzük meg. Nézzük meg itt a fejlesztéseket, hogy valamit esett. Úha, van ám 1000 fejlesztési pontunk? Azt a szentségit. Na, hát most valahogy jó kéne elköltenünk. Hát nem is tudom. Harmadikak vagyunk a erőforrást. Egyelőre most meg szerintem hagyjuk a fejlesztéseket. Majd, hogyha lementük a praktizeket, majd akkor majd visszatérünk rá. Ja. Jó lesz az szerintem. Jó, hát mondjuk eléggé csicsásnak tűnik így első körben. Meg ezek a lila festésű emberek lesznek a de nagyon szép színösszeállításban vagyunk most. Na jó, mindegy. Szerintem inkább ilyen világos kék, vagy lila, nem tudom. No, akkor viszont itt viszont akkor most állítani fogunk egy full szabad edzést, mármint full practice lesz, illetve egy médium futam lesz majd. Úgyhogy akkor most akkor el is van neki is válunk a practice-nek, srácok. Hogyha szeretnétek, akkor nyugodtan írhattok kommentet. No. There's a huge number of talented people as I look around this garage, and I cannot wait to see what we can all accomplish together, including you. Our journey to the Constructors' Championship starts right here. És akkor hivatalosan a Vimi csapat elindul. Zefejben. Meg már, hogyha van Andretti csapat, akkor legyen Imi csapat is már. Na, hogy lemaradjunk itt a dolgokról. No! Akkor lássuk ezt a új új imi csapatot, hogy hogyan fog szerepelni. Úgyhogy, ja, már csapatom is van. Nagyon jó lesz. No, itt már látjuk, hogy itt a kamerabeállítás az gatya. Mármint nem úgy gatya, hogy szó szerint, hanem csak kicsit módosítani kell itt a dolgoknál. Mindjárt azt egy fél pillanat, és mindjárt meg fogom csinálni őket, hogy minden jó legyen. Ahogyan tőle megszokhattátok. Jó. Akkor most egy fél pillanatos kontrollerre kell most váltanom. Hát, az mondjuk az mindegy. Hát kb. Itt van, nem? Jó. És akkor meg a qualit kell még megcsinálnunk. És kb. Itt van fönt. Na, mindjárt nézzük akkor. Jó. És akkor is rendben van. No. Akkor most akkor lássuk csak, hogy mit tud az imi csapat. Oh, this is,
Egy kicsit lejjebbra akartam volna. Mindegy. Na. Hoppá, féktávot a szó elszóltuk. Azt, hogy ennek mikor lesz ennek pontos lejátszása állandóan, azt nem tudom. Majd meglátjuk. Na most ugye most eléggé sűrű ez a hétvége. Szerintem az még kinézetileg. Legalábbis. Nem tudom, hogy ki vagy van vele. Megkaptam a lefiától az engedélyt. Nagyon nagy engedélyezések voltak, hogy egyáltalán ez a csapat elindulhasson. Tud ez egy fokon népen. Ja. Úgyhogy költségvetésünk az. Kicsit megcsapant az autó. Megtervezése alapján, de megfeleltünk minden kritériumnak. Úgyhogy elindulhatott 12. csapatként. Vagy 11, vagy nem tudom mennyi csapat van most így a Forma 1-be. Majd megszámoljuk. És mi is úgymond a világbajnoki címek felé. Még egy aljszintet kellett volna szerintem beállítani. De nem tudom, hogy most hány is van most, srácok. Már azt majd meg megnézzük. Na szóval. Megfeleltünk minden kritériumnak, és ezért indulhattunk, mint imi csapat. Mi nem Andretti csapatként fogunk részt venni, hanem imi csapatként. Úgyhogy nagyon izgalmas lesz szerintem ez a formáció. Majd lehet, hogy majd időközben majd meg fogom változtatni az autónak a színét más színűre. Meg nem tudom, de ez most nekem most az így egyelőre tetszik. Majd az AI szintet azt még majd megnézzük majd. Kinek különben ott telik a hétvégéje.
よかった。いや、よかった。いや。そして、したようだ、ちょっと。ラナントもフィール。バスト。Ja, itt most lesz most flashback, de ki fogunk kapcsolni itt is. Ja, itt sem fogunk flashback-elgetni. Ja, aztán a Twitch-re néztem. Aztán kicsit. Lementünk a pályáról. Éppen a gondolkoztam, mekkora lenne már most különben, hogyha, hogy úgy tudom én, beleraknak egy Mighty módon belül a régi Lotus például, a Virgin-t, a régi McLaren-t, Brown GP-t, az mekkora lenne már. És akkor ugye így én My Team karrier módba, vagy karrier módként, akkor az ember akkor tudna akkor csapatot választani, és akkor az adott csapattal tudna menni. Régi McLaren, régi Ferrari. Vagy jó dolgokat lehetne ebből. Jobb dolgokat lehetne szerintem ebből kihozni.
mint amik ugye bár vannak így a játékon belül, sajnos. De hát ugye bár sajnos ezt így. Jó, hát szerintem retire-ölünk, mert szerintem rettenetes módon alacsonyan van az AI szint. Meg mindjárt nézzük így a köridőkből. Bár a programot aztán teljesítettük. Ez volt a fő cél, úgymond. No. Hát, ja. Szerintem nincsen beállítva rendes AI szint. Már eléggé elpusztunk a többiektől. Úgyhogy próbálunk itt valamit állítani. Igen. És ugye 31-esen van, úgyhogy ezt mindjárt fel is küldjük 70-esre. Hogy azért izgalmasabb versenyek legyenek. No. Akkor menjünk akkor a practice 2-re. És akkor nézzük meg azt. Bocsánat. Na. Akkor én szerintem kimegyek erre a tire managementre. Akkor Q3-ra marad, akkor majd a... Mármint practice 3-ra marad, akkor majd a gyorskör. Úgyhogy, ja. Jó lesz ez szerintem. Csak majd lehet, hogy majd az autónak a színét meg majd megváltoztatom, mert... Nem rossz az a szín, de... Láttam volna mondjuk fantáziadúsabb egy kicsit. Majd meglátjuk. Csak egyelőre ezt fog maradni. Ugye a szezonnyitó nagy díjra. Lehet, hogy Zeddára vagy majd Melbourneben, vagy más autószint fogok választani, még nem tudom. Lehet, hogy más lesz az autóm. És már mint így szín összetételben.
Okay, test complete, and that was a no, really good job well. Indeed. You got a lot of valuable information out of that. Well done. No, akkor menjünk akkor practice 3-ra. Jó lesz ez szerintem, megint csak. Sadly, it's time to say goodbye as free practice is over. Olivier Berman csapattársunk. Egy pillanat. Csak azt számogattam azt, hogy hány csapat van, és mi mondjuk a 12. csapat, ha jól számoltam, de majd mindjárt megszámolom, hogy még egyszer. Egy pillanatot várjatok, ha jól számoltam persze. Van a Red Bull. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11. csapat van, akkor nem 12, bocsánat, mert ott van, le van írva oda. Ja, úgyhogy izgalmas lesz ez, szerintem. 11. csapatként betoppantunk, mint a Vanderetti csapat ugyebár, vagy 2026-tól, vagy 28-tól, valahogy így. No, akkor már csak egy programunk van már csak hátra. Azt mondjuk nem tudom, hogy miért négyből egy sikerült csak, na mindegy. Na, itt meg viszont most a... De mondjuk ezt nem tudom varjálgatni. Üzemanyaggal, mert felesleges, mert csak egy kört kell csak teljesítenünk, szintén. Úgyhogy... Ja, akkor kapunk is bele ebbe a csodálatos egykörbe, majd amit ránk vár. Különben lehet, hogy kipróbálom off-tc-vel, hogy milyen. Mert egyszerűen rettenetesen nagy itt a padácsom. És nem tudom, hogy off-tc-vel milyen lesz. Most ez csak egy ilyen próba lesz. Óvatosabban kell kigyorsítanunk persze.
Terus kita ke tuan untuk passam volta de oxitação. Program complete and a job well done. We got some excellent data with that run, so come on back to the garage and I can take you through the numbers. No, a takkázni is akkor, mondjuk viszont a gumihőmérsékletet azt mindjárt megpróbáljuk beállítani, ha egyáltalán persze engedni fogja ő most a játék. Na, ha csinálom, akkor viszont így hagyjuk. Nem is néztem, mennyivel mentem jobbat. Nem olyan sokkal. Na. Na viszont ott az a gumi hőmérsékletekkel ott egy kicsit gondba leszünk szerintem. Főleg futamon, vagy versenyen. Jó. Le tudom még állítani. Úgyhogy ja. Azt úgy. Illetve a flashback-et majd mindjárt kivel. Majd a... Már most ott voltam benne. Tovább nyomtam. No. Akkor 17 perc ugyebár. És akkor menjünk akkor ki. Aztán nézzük meg, hogy milyen a topodás. Meg úgy unblock minden. Mercedes motorra mondjuk érdekes lenne, hogyha nem tudnák jobb kört menni, mint a többiek. Hát szerintem emiatt fogom átváltoztatni a színét, mert ez a kék Sauber. A kék Sauber is. Nem mondjuk a vége, milyen ki a sötétebb zöld. Szerintem. Úgyhogy lehet, hogy akkor így hagyom. Egyelőre. Mert ez ki is ment a fejemből, hogy azok is zöldek.
Menjünk egy biztonsági körtársulat. H31-852. Na, az nem is annyira rossz szerintem. Na, Lance Stroll azért megcáfolt minket. De mi még kimaradunk. Lehet, hogy azért mentünk ennyire rossz időt, mert nagyon nehéz az autó. Majd az utolsó kört azt mondom, hogy majd megnyomjuk már szerintem. De a harmadik helyen stabilot vagyunk egyelőre. Akkor Hülkenberg mellett kéne valahogy elmennünk. Se lenged minket adán. Még egy kört még kimaradunk. És utána fogjuk majd megnyomni. George Russell az első helyen van. Már az ötödik helyen vagyunk. Következő kört meg fogjuk nyomni.